Az alacsony termékenység, a népességfogyás, a demográfiai kihívások elé állítja egész Európát. A statisztikai adatok azt mutatják, előregedik a társadalom, még akkor is, ha itthon a születések számának lassú növekedése az elmúlt években megfigyelhető. 2013 óta figyelhető meg egy pozitív változás, abban az értelemben, hogy jelentősen nőtt 2013 óta a házasságkötéseknek a száma, illetve míg 2013-ban durván 88 ezer születést lehetett regisztrálni Magyarországon, 16-ban már 93 ezer valahány száz gyermek született, tehát ez azt jelenti, hogy 3 év alatt egy olyan jó 5 ezer fővel több gyerek született, mint az előző években, az előző időszakban. Ezek mindenféleképpen pozitív változások, és azt kell mondanom, hogy az Unióban is nagyon jelentős adatokat tudott Magyarország produkálni. Ahol még mindig komoly probléma van, az sokkal inkább a halálozásoknak a száma, mert ez standardan olyan 120-130 ezer fő között mozog, hol egy kicsit a 130-hoz vagyunk közelebb, hol egy picit javul, és akkor a 120-hoz, de ez még mindig több, tehát magyarul ez azt jelenti, hogy egy adott évben több ember hal meg Magyarországon, mint amennyi születik. Azt lehet számolni, hogy egy olyan durván 20-30 ezer fővel vagyunk kevesebben évente, ami azt jelenti, hogy van egy fogyás, és ugye általában úgy szoktuk mondani, hogy azért Magyarországon egy olyan 10 millió fő él, hát azért most már 10 millió alatt vagyunk, pont emiatt, hogy évente egy 20-30 ezer fővel vagyunk kevesebben. Az előző években ez a kérdés már aktívan foglalkoztatta szociálpolitikusokat, szociológusokat és kutatókat is, és feltették a kérdést, hogy hogyan lehet megállítani itthon a népességfogyást. Ebben van-e valami jó stratégia, amit mondanak most az elemzők, a kutatók? Hát alapjában véve nagyon jó lenne olyan intézkedés csomagot hozni, mert önmagában véve ugye az, hogy vannak mondjuk pénzbeli ellátások. Ez Európában szinte minden országban van. Mire gondolok? Van ilyen, hogy családi pótlék. Ez ráadásul alanyi jogon jár, tehát teljesen mindegy, hogy milyen szociális körülmények vagy anyagi körülmények között él egy család. A gyerek után ez az összeg jár. És hát vannak egyéb pénzbeli ellátások, ami segíti a családokat, de ez önmagában véve még kevés, tehát nagyon sok mindent hozzá kell rakni, és egyébként a magyar kormány hozzárakott, meg gondoljunk arra, hogy különböző iskoláztatási támogatás létezik. Vagy kicsit francia mintára, de azt mondom, hogy az a tény, hogy növekszik folyamatosan a bölcsődei és óvodai férőhelyeknek a száma, ez is nagyon nagy segítséget jelent a gyereket vállaló családoknak, és ez nem önmagában véve a családot támogató pénzbeli juttatást. Tehát igazából komplex csomagokban kell gondolkodni. Ezzel valószínűleg el lehet azt érni, hogy még tovább növekedjen a születéseknek a száma. Az mindig pozitív, hogy nőtt a házasságkötéseknek a száma, mert azért alapvetően a házasságban élőktől mondjuk azt idézőjelben, hogy várható el, hogy gyereket vagy gyerekeket fognak vállalni, és ugye ezek friss adatok, tehát ezekben a kapcsolatokban egy pár év múlva fognak majd megszületni a gyermekek, tehát a prognózis az ilyen szempontból pozitív. Amire nagyon oda kellene figyelni, úgy gondolom, az pont az a mondjuk úgy népegészségügyi állapot, hogy javítsuk a halálozási statisztikáinkat, illetve hát egyszerre kell kezelni olyan típusú problémákat, hogy annak dacára, hogy Magyarország az egyik legrosszabb adatokat produkálja a halálozások tekintetében, azért a magyar társadalom is egy előregedő félben lévő társadalom, tehát folyamatosan nő az időseknek a száma, az abszolút száma, illetve az aránya is a társadalmon belül. Témát folytatjuk a stúdióban Sesták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnökével, az Európai Néppárt Régiók Európai Bizottságának tagjával. Jó estét kívánok, elnök úr! Volt ennek a bizottságnak nemrég egy ülése, amelyen pontosan a demográfiai változásokról és a kihívásokról beszélgettek, stratégiát próbáltak, koncepciókat alkotni, nem csak Magyarországra természetesen, hanem egész Európára vonatkozóan ebben a kérdéskörben. Mit látnak legnagyobb problémának jelenleg? Csak röviden előjáróba a régió bizottságáról, ez nem annyira közismert szervezet az Európai Uniónak, a területi önkormányzatokat, települési önkormányzatokat
képviseli az ő hangjukat, jeleníti meg az Európai Unió döntéshozataljában, mint a bizottságnál, mint az Európai Parlamentben régiós politikákat véleményez ez a testület, és ugyanúgy, mint az Európai Parlamentben párt családok szerint szerveződik, így a dolog természetéből adódóan ennek a testületnek is van néppárti frakciója, és az ülésezett Budapesten, az országgyűlésben nagyon jó színvonalú tanácskozás volt, értékes hozzászólások voltak, és egy anyagot fogalmaztunk meg, amely anyagot a régió bizottságának egésze, illetve az Európai Uniós intézmények felé igyekszünk érvényesíteni, illetve továbbítani. Novák Katalin helyett államtitkárasszony volt a EMMI részéről, aki a magyar tapasztalatokat említette, illetve felsorolta, és valóban tételesen, úgy, hogy a bejátszásból is láthattuk, annál még tételesebben, amit talán a magyar családok előtt ismert, vagy a gyermeket nevelő, vagy erre vállalkozó családok előtt ismert, hogy milyen komplex módon segíti a magyar kormány a demográfiai helyzet romlása elleni tendenciákat. Tehát nagyon örvendetes a házasságkötések száma, és az valóban évek óta nő, egy negatív spirálból nagyon lassan, ez az 5000 fős növekedés sem tölthet el bennünket persze elégedettséggel, de azért vannak olyan példák, amelyek Európai Uniós megfontolásra is érdemesek, és hát persze a politikai üzenete mindennek az, hogy nem migrációval kell a népesedési válságot, amely az egész Európai Unióra jellemző, hanem belső erőforrásokkal, a népesség megtartásával, illetve hát olyan ösztönzéssel, hogy a népességfogyás az megálljon. Hogyha még egy picit globálisan nézzük ezt a kérdést, és ugye feltettem, hogy milyen problémákkal, milyen kihívásokkal találkozik, és találkozhat majd néhány év múlva az Európai Unió, akkor miről beszéltek ezen a tanácskozáson? A nyugdíjrendszerek teljes csődjéről. Tehát ha ez a tendencia folytatódik, akkor azok az ellátórendszerek, azok az a szociális ellátórendszerek, amelyeket most természetesnek tartunk Európában néhány évtizede, azok össze fognak omlani. Tehát nem lesz olyan munkaképes, befizetései által a nyugdíjakat finanszírozni képes népesség, amely ezeket a rendszereket fent tudja tartani, illetve hát egyre kiebb kell tolni a nyugdíjazási életkort. Ugye Magyarországon is van jogszabály, amely felmenő rendszerben, de 65 évben határozza meg ezt a korhatárt. De még vannak olyan nyugat-európai országok, Németország, Svédország, ahol már 70 felé tesznek lépéseket. Most ezt nem akarjuk, már pedig nem akarjuk nyilvánvalóan, és ezt a tendenciát meg kell állítani, akkor ez fiatal, életerős, munkaképes generációk kellenek, akik majd át tudják venni az idősebbektől a statisztikát, vagy bocsánat, a stafétabotot, és hát persze jó statisztikákat is tudnak produkálni. Így van, tehát a statisztikák azt mutatják most a munkaerőpiacon is, hogy éppen a munkaerőhiány egy nagy része abból adódik, hogy a demográfiai okokra vezethető vissza tulajdonképpen, hogy még az az aktív kereső korosztály vagy jelenleg tanul, akik hiányzanak a munkaerőpiacról, vagy pedig ugye már látjuk az oktatásban is, hogy egyre kevesebb a gyerek, egyre kevesebb volt a diák az elmúlt években, általános iskolában, középiskolában is, és ez mind ide vezethető vissza, de ha már itt tartunk, akkor most pedig pont azt a tendenciát látjuk, hogy a nyugdíjasok visszamennek dolgozni, vannak olyan szektorok, ahol szükség van az ők munkájukra, éppen emiatt a demográfiai hullámvasút miatt. Hogyan lehet ösztönözni? Ugye a bejátszásban is a szociológus is elmondta, hogy voltak olyan intézkedések, és ön is említette, ami segíti vagy segítheti ezt a folyamatot, de sokan azt mondják, és egy picit más oldalról közelítik meg a kérdést, hogy más is kell ahhoz, nem csak a kormány intézkedések és a kormány intézkedési csomagja, hogy javuljon ez a tendencia. Ez valóban nem csak anyagi kérdés, sőt, elsődlegesen nem anyagi kérdés, hanem a jövőbe vetett hit, annak a vállalása, hogy a gyermek az örömforrás, tehát ez egy nagyon bonyolult és komplex társadalmi összetevőből kialakuló esetleges pozitív változás, de pusztán csak pénzügyi eszközökkel nem lehet ezt a trendet megfordítani. Ezek szükségesek, de nem elégségesek ahhoz, hogy demográfiai fordulatról beszélhessünk. Olyan fajta komplex intézkedés csomagról van szó, amiről a szociológus is beszélt, amely minden irányból ezt segíti elő, akár a vodó és a bölcsődei férőhelyek számát
nézzük, akár a különböző iskolai programokat, az Erzsébet tábort, a legkülönbözőbb eszközeit annak, hogy a fiatalok úgy érezzék, hogy az egész társadalom figyelme az feléjük fordul, és a jövőbe tett hit az nagyon fontos ilyen szempontból. El kell hitetni, olyan társadalmi környezetet kell kialakítani a fiatalok körében, amely vonzó lehet a gyermekvállalás szempontjából is. Ugye ezt mindannyian tapasztaljuk akár a saját környezetünkben is, hogy kitolódott a gyermekvállalási hajlandóság az életkor, aztán 30-valahány évesen veszik észre a potenciális szülők, hogy nagyon kéne az a gyerek, akkor meg már lehet, hogy késő. Tehát arra is fel kell hívni a figyelmet a fiataloknak, hogy akkor kell a gyermekvállalási projekteket elindítani, amikor erre a biológiai óra is a legalkalmasabb. Az is igaz, amit ugyancsak a szociológus mondott, hogy házasságban egyértelműen több gyermek születik, mint házasságon kívüli kapcsolatokból. Persze minden gyermek érték, és házasságon kívül született gyermekek is nagyon fontos összetevője a társadalmunknak, de azt látnunk kell, hogy a párkapcsolatban élők, ám de házasságban élők, azok nagyobb valószínűséggel vállalkoznak ilyen hosszú távú befektetésre, ami egy gyermekvállalást, illetve több gyermekvállalását jelenti. Ezzel is vannak egyébként a házasság kötések számát is növeli akaró projektek, állami programok, adókedvezmény az első házasulandóknak, ami azért jelentős támogatás jelent, és egyéb más ösztönző eszközök is. Még egy fél percet beszélnünk kell a másik részéről a témának, az pedig az idősek egészségügyi és szociális ellátásának a javítása. Ez is témája volt a tanácskozásnak, hiszen hogyha egyre több a 65 év feletti, és egyébként az átlag életkor is hosszabb, Magyarországon is, mint volt 10-15 évvel ezelőtt, de az Európai Unióban talán még magasabb, akkor az ellátórendszereket is bővíteni, szélesíteni és finanszírozni kell. Valóban ez egy örvendetes tény önmagában, hogy Magyarországon is jelentős mértékben nőtt az elmúlt évtizedekben az átlag életkor, és ez igazodniuk kell az ellátó rendszereknek is. Ugye beszéltünk a nyugdíjaknál, hogy ez milyen a nyugdíjrendszer fenntarthatóságánál milyen problémát jelent, és az ellátó rendszereket pedig egyértelműen bővítenünk kell. Olyan fajta egyébként nappali ellátási túlsokat kell meghonosítanunk, amelyek a bentlátásos ellátási formák helyett a családban gondozás, illetve a saját lakásban gondozás lehetőségét adja meg a jövő évtizedekben. Köszönjük szépen, elnök. Köszönöm szépen.